A gyorshajtást az Európai Unióban a közutak gyilkosának is nevezik, hazánkban pedig a tavalyi balesetek 28%-át okozta. Január elején megyénkben is egymást követték az autóbalesetek az utakon. A szerencsétlenségeknek legtöbbször a sebesség túllépés volt az oka. A közlekedésbiztonságért felelősöknek mindenképpen intézkedési kényszerük volt, hiszen a halálos baleseteket előírás Európai Unióban is, hogy 2020-ig felére kellene csökkenteni. A halálos balesetek a sebesség túllépésekből, különösen a jelentős sebesség túllépésekből adódik a legtöbb. A sebességmérők azon kívül, hogy kiszűrik a gyorshajtókat, másra is képesek lesznek. Üzembe helyezésükkor egyelőre az alapfunkciókat látják majd el, az év közepétől azonban az új rendszer érzékeli többek között a sávváltást és a piroson való áthajtást is. Az újak ezek úgynevezett multifunkciósak, a mai elektronika csúcs teljesítményei, azaz tudnak sebességet mérni, hát nyilván rendszámfelismerés, forgalmat számlálni, különböző szabálytalanságokat felismerni, sőt, még olyant is tud, hogy felismeri, hát nem is most mondom, de még talán a személyt is lehet azonosítani, de hogy például telefonál-e kézből, ami tilos, biztonságjövbe van-e kötve. A rendőrség körülbelül 600 új trafipaxot fog üzembe állítani a 2015-ös évben, ebből 160 lesz járőrkocsikban elhelyezve. Az új mérőeszközök beüzemelésével várhatóan javul a közlekedés biztonság, a balesetek száma pedig csökkenni fog.